A főteret a Szent Mihály templom uralja. A templom déli kapuja előtt Fadrusz János alkotása, Mátyás király lovas szobra látható. A templom az erdélyi gótika legszebb alkotása. A 14.-15. században építették. Főkapuját a Szabad királyi város címet adományozó Zsigmond címerei díszítik. A középkori freskók, a reneszáns sekrestye ajtó és a barokk szószék a templom belső terének legszebb díszítő elemei.